Naszladi Judit, a szekszárdi Garai János Gimnázium lánykórusának és a Gárdonyi Zoltán Református Együttes Közhasznú Egyesület karnagya is. A Kultúra, Civil Szervezetek és Városmarketing Bizottság rendesülésének első napi rendi pontja a kiemelkedő művészeti együttesek vezetőinek meghallgatása volt. Elsőként Naszladi Juditot hallgatta meg a bizottság a 2019. évi munkájáról és az idei 2020. évi terveiről. És a 2019-es év azért volt kiemelkedő számunkra, mert 25 éves jubilami hangversennyel emlékeztünk az alapításra. Összesen 10 kiemelkedő művészeti együttestől kért a Kultúra, Civil Szervezetek és Városmarketing Bizottság előzetes beszámolót, amelyek átbeszélésére került sor a rendesülésen. Akik beszámolnak a 2019. évi tevékenységükről, illetve fölvázolják, hogy mivel készülnek 2020-ban, tehát ebben az esztendőben. Nyilván kicsit kifaggatjuk őket, a jó gyakorlatokat szeretnénk föltérképezni, és a segítségét felajánlani a bizottság a közeljövőre vonatkozó munkában. Harmadik és egyben utolsó napirendi pontként a szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft. Támogatási kérelme szerepelt. December 23-án elfogadott SMS alapján igen elmondhatom, hogy mindenféle támogatás és kérelem elbírálása, pláne amelyiknek nyilvánvalóan anyagi vonzata van, az a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozik. A KCV Bizottság véleményezhet, ezt a véleményét, javaslatát tolmácsolhatja, ebben az esetben azonban indokolatlannak tartom, hiszen a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság már egyszer elutasította, illetve a képviselőtestület is. Az új 2019. december 23-án elfogadott szervezeti és működési szabályzatra hivatkozva indokolatlannak tartotta a bizottság elnöke, hogy pénzügyi kérdésekben ők döntsenek. A 7 tagú Kultúra, Civil Szervezetek és Városmarketing Bizottságból 4 személy jelent meg és szavazott a harmadik napi rendi pont levételéről.